gyakorol az újfehértói Mazsorett együttes Szivárvány csoportja a város főterén. A csapat több rangos elismerést is magáénak tudhat. Legutóbb kiemelt aranyoklevelet kapott az első hajdunánási országos Mazsorett fesztiválon. A lányok sokat próbálnak, folyamatosak a fellépések és a versenyek. Hetente kétszer, és nagyon keményen dolgozunk, és kedden is csütörtökön szoktunk járni Mazsorettre. Ez pedig már az egy éve alakult Margaréta kiscsoport, amelyben 4 és 6 év közötti kislányok táncolnak. Több helyi tehetség mellett ők is fellépnek az augusztus 20-ai ünnepség sorozat első napján. Pénteken ünnepi istentisztelettel és kenyérszenteléssel kezdenek. A hagyományos programok mellett újdonságokkal is várják az érdeklődőket. Egy motoros felvonulás lesz a déli órákban a város útjain, ahol az előrejelzések alapján 100-nál is több motor fogja majd a város utcáit róni, nem kis látványosságot kínálva ezzel az itt élőknek, valamint immár hagyományos a városban az, hogy lovas felvonulás is van. Ezt a délelőtti kenyérszentelés után fogjuk lebonyolítani. A rendezvényt itt tartják a város főterén, ahol egyebek mellett megidézik majd a régi vásárok hangulatát. A népi iparművészek például azt mutatják be, hogyan készült a csizma vagy a bőráru, de ki lehet majd próbálni az üvegművességet és az ékszerkészítést. Délben megnyitjuk a szikes csárdát, ahol kóstolójeggyel megkóstolhatjuk majd a harcosok eledelét, és az újfehértói híres babgulyást is. Fellép a bihari banda, a kuckó művésztanya egy jó kis népi paraszt tréfával. A családokat gyermekprogramokkal várják, valamint esténként a fiatalok és az idősebbek körében népszerű zenekarok és előadók is fellépnek. A kormányzati döntések értelmében nem kérik a védettségi igazolványt. Újfehértón idén a lakosság kérésének megfelelően nem lesz tűzijáték a házi kedvencek nyugalma érdekében. A tűzijátékra szánt összeget a helyi állatvédőknek adja az önkormányzat.